akár hiszitek, akár nem, ennek a nyomott kartondoboznak a tartalma egy láncfűrész. Méghozzá a legolcsóbb akus láncfűrész, amit csak Kínában találtam. Éppen emiatt nem is túl sok reményt fűzök hozzá, de azért nézzük meg, hogy mennyire vágtak át. Viszont, hogy legyen miből ilyen hulladékokat vennem, szponzorpercek. A CDK Seals egy hivatalos platform, mely többek között hivatalos Microsoft kulcsokat is forgalmaz. Emellett játékkulcsokat is találunk itt Steam, Origin vagy Uplayhez, de akár egyéb PC játékhoz is. Sőt, még PS és Xbox előfizetést is. De lássunk egy példát. Szükségünk van egy Windows 10 kulcsra. Biztosan feltűnt már, hogy a videó leírásában promóciós linkek vannak. Ezek közül rákattintva mondjuk a Windows 10 linkjére már is egy webshopba jutunk, ahol tavaszolós akció van, így veszek egy kulcsot. És használom hozzá a WR25 kuponkódot, ami 30%-ot lefarag a vételárból. Néhány kattintással fizetési módként a PayPal-t választom, majd pár perc múlva már is aktiválhatom az oprendszerem a kulcs megfelelő helyre másolásával. És legnagyobb örömünkre eljött az utolsó utáni Windows is, a 11-es, melyre tudjuk frissíteni a gépeinket, amennyiben aktivált Windows 10-zel rendelkezünk, jelenleg teljesen ingyen. Nem nagyon szoktam beszélni a termékek áráról, mivel az jellemzően változó szokott lenni. Viszont ennek a dobozkának az esetében, amiben lehet, hogy egy láncfűrész van, de az is lehet, hogy hulladékvas, úgy gondolom érdemes kiemelni, hogy Banggoodról rendeltem, tavaly novemberben, valamilyen Black Friday akció keretén belül, nem tudom, és mindössze 9700 forintba került. Ma megnézve ugyanennek a fűrésznek az árát, 29300 forintot kérnek érte. Ami igaz, hogy a jelen pillanatban a forint árfolyamát nézve mondjuk rá lehetne fogni, de azért egy ár háromszorozódás nem hiszem, hogy betudható ennek. Szóval vagy nagyon jó fűrészt tartalmaz ez a dobozka, amivel sok felhasználó meg volt elégedve, ezért ajánlotta és még többen megvették, vagy simán nagyon sok felhasználó megvette, akik jól át lettek vágva, köztük én is. Ami a dobozát illeti, egyetlen vonalkódot látunk az oldalán. Alatta van némi írás, amit nem értek, de szerintem ez csak arra szolgál, hogy beazonosítsák a gyárban, hogy mégis mit tartalmaz ez a nagyon lepukkant egyszerű kartondobozka, aminek az oldalán csak annyit látunk, hogy egy szemetes kuka szerepel áthúzva, hogy azért kukkancsunk bele, mielőtt kidobnánk, mert lehet, hogy hasznos dolog van benne, szóval nézzünk is bele. Az egyből látszik, hogy az ár java része nem a csomagolásra ment el. Csoda lesz, ha egyáltalán egyben van a tartalma. Rögtön egy lítium-ion töltő fogad bennünket, ami elméletileg 1 amperes és 21 voltos. De az egész könnyebb, mint amennyit csak a műanyag ház súlyától elvárna az ember. Egy zacskóban van az aprólék, a lánc, valami védőizé, a láncvezető és némi szerszám. Jár hozzá 2 akku is, illetve némi bubifóliában itt a fűrész. És úgy látom, minden egészben megérkezett. A használati utasításban nem vitték túlzásba a szövegelést, de ha jól értem, itt azt írja, hogy ne nagyon használjuk vágásra. Valószínűnek tartom, hogy kínaiul ez még mást jelenthetett, csak megviccelte őket a Google fordító. A láncvezető nem egy nagy valami, és nincs a végén láncvezető kerék, vagyis használat közben igencsak kopik a lánc és a láncvezető is. A lánc mindössze nyaklánc méretű, és első tapintásra még éles is. És maga a fűrész. Meglepően makita kék színű, egyébként egész elfogadható kialakítású. A fedél egy műanyag lemez, de kellően vastagnak tűnik. Alatta pedig egy rendes láncfűrészhez hasonló módon itt találjuk a lánckereket, a láncvezető rögzítőjét és a láncfeszítőt. Sőt, még a lánc irányát is mutatja, ahogyan azt kell. Összeszerelni nem bonyolult, de a kis méret miatt kicsit nehézkes beállítani. Arról semmit nem írnak, hogy mennyire kell megfeszíteni a láncot, de feltételezem az általános láncfűrészekhez hasonló módon. A láncvezető tartó csavarja, egyben a burkolatot is rögzíti. Még ez a kis dizájn elem elméletileg a védelmünket szolgálja. Az akun semmiféle felirat, ahogyan a gépen sem, vagyis mindenki úgy márkázhatja, ahogyan csak akarja. Mellesleg az akku csatlakozó Makita kompatibilis, így sejtem, hogy honnét inspirálódhattak. A ravaszt meghúzva pedig már működik is. Bár a hirdetett fokozatmentes kapcsolás nem igazán van meg, de legalább mindkét akku üzemel. Még ha a láncfűrésznek eléggé beteges is a hangja. Az akku töltéséhez nem kapunk állványt vagy dokkolót, direkt az akkuba kell csatlakoztatni a töltőt,
ami először pirosan, majd ha feltöltött, zölden világít. Amíg tölt, a megszokottól eltérő módon, még használat előtt, kukkantsunk bele. De csak azért, mert igazán szeretném, ha működne, és inkább most javítom meg, ha kell. A burkolat meglepően jónak tűnik, és a szükséges helyeken erősített. Még az is meg lehet, hogy valamelyik márkásabb gyártók gyártósoráról pottyant le. A beltartalom viszont már nem biztos. Egyszerű, mint a faék, és az összeszerelésre sem fordítottak nagy hangsúlyt. Az áttétel fogas kerekei meglepő mód fémből vannak. Bár a kenéssel nem nagyon foglalkoztak, ahogy a fogas kerekek összefogazódásával sem. Az viszont dicséretes, hogy csapágyazva van a tengely, bár a hangja eléggé gyalázatos. A motor az általánosan ilyen gépekben használt típus, de ebben egerek lakhatnak, mert eléggé cincog. No de lássuk, hogy lehet ebből a legjobbat kihozni. Nézzük, milyen belülről a kapcsoló. Hát a fokozatmentességet hiába keresem, bár végül is fokozatok nincsenek benne, mert vagy megy, vagy nem, de legalább nehezebben megy tönkre. Sőt, még egy biztonsági funkció is van benne, rövidre zárja a motor kivezetéseit, ha nem tápláljuk, ez tulajdonképpen lefékezi a motort és gyorsabban megáll. Vagyis ez a kapcsoló nem egy professzionális alkatrész, de nem hinném, hogy ez lesz a gyenge láncszem. A motor nyöszörgése a száraz, siklócsapágyak miatt van, amin egy kevés VD segíthet. Így pedig már nyöszörgés nélkül és kicsit kevesebb veszteséggel lehet használni a motort. Lássuk ezt a förtelmes hangú tengelyt. A végén a tűgörgős csapágy elfogadható állapotban van, de a kenés nem árt neki. A másik csapágy viszont szakszerűen fogalmazva a rottyon van. Igazából nincs baja, nem kopott, csak egyszerűen teljesen száraz a belseje. Mivel ezek a csapágyak nem nagyon kenhetők, simán cserélni kell. De pillanatnyilag nincs ilyenem itthon, így idegenesen megnyomatom egy kis VD-vel. Ami ugyan a hangján nem sokat javít, de beszivárog valamennyire és megkeni a belsejét, így legalább a surlódás kisebb lesz. Az összeszerelésnél igyekeztem ott megkenni a dolgokat, ahol értelme is van, és így egész elfogadható lett a hangja is. Bár a csapágy az még mindig a régi. Minden visszakerülhet a helyére, kicsit gondosabban, mint a gyárban, és kicserélem a csavarokat is, mivel a gyáriak esetében ahány darab, annyiféle csavarhúzó kellett hozzá, pedig mind egyforma Torx-nak néz ki. A láncot általában olajosan szokták árulni, ez viszont elég száraz. Így nyomok rá egy kis VD-t, habár az olaj jobb lenne. Mivel a láncfűrészekkel ellentétben itt semmiféle kenést nem kap sem a lánc, sem a láncvezető, így egy kis gépzsírral igyekeztem sikamlósabbá tenni, bár ez hosszú távon semmit nem ér, folyamatosan olajozni kell. Újra felpatintva a láncot, úgy vélem hatott a kenés, mert kicsit csendesebb is és érezhetően másképp működik. Még mielőtt használatba venném, nézzünk bele az akupakba is. Itt egy egyszerű BMS modul óvja a cellákat, amiből 5 darabot kapunk sorba kötve, így a 21 volt az stimmel. De a 600 mAh az még nem biztos. Viszont az asztal mellett csak elméleteket lehet gyártani, ideje kimenni a friss levegőre. De még díszletet váltok, hadd ejtsek néhány szót arról, hogy a videó leírásában Office 2021 aktivációjára is van lehetőség. A linkre kattintva, akárcsak a Windows 10 esetében, használható a WR25 kuponkód, ami ismét 30%-ot farag le a vételárból. A fizetést követően néhány perc múlva már meg is kaptuk a kulcsunkat, melyet a megfelelő helyre másolva aktiválhatjuk a programot. De térjünk vissza a fűrészhez. Egy aksi teljesen feltöltve, és itt van mögöttem az az áldozat, ami ki lesz vágva. Egy gyönyörű szép bodzabokor. Nézzük mondjuk ilyen vékonyabban. Egyelőre úgy néz ki, hogy viszi. Határozottan jobb, mint ahogy vártam így elsőre.
egyelőre kimondottan jó. Vártakat már felülmúlta, mivel sikerült vele kivágnom az egész bokrot, és még az első aksi is primán bírja, azt hittem, hogy ezt kettővel tudom csak megoldani. Úgyhogy egyelőre jónak tűnik. Az egyetlen problémája eddig, hogy egy kicsit a láncfeszesség az megadta magát, ezen feszíteni kell egy kicsit, és mehet tovább a munka, mivel ezt a nagy kupacot még nem igazán kéne így itt hagyni, össze kell aprítani, kályha nagyságúra. A vastagabbakhoz inkább hoztam egy fűrészbakot. De itt már elfáradt az első aku. Viszont ezért van belőle még egy. És már is mehet tovább a munka. Itt viszont kicsit gyengének tűnik. Pedig egyforma a két aku. Még rá nem jöttem arra, hogy az áramkorlátozás az oka. Az ember késztetést érez arra, hogy rányomja a fűrészt vágás közben, mert úgymond jobban halad. Viszont ilyenkor túl nagy áramot vesz fel, és a BMS leold. Ami végül is jó, hiszen nem megy tönkre az aku, viszont ha nem nyomjuk rá, csak hagyjuk dolgozni, akkor szépen boldogul a dolgokkal. Fontos, hogy még láncfűrésszel lehet úgy vágni, hogy csak a láncvezető közepe vagy a hegye ér hozzá a fához. Ezzel nem megoldható, mert pattog minden irányban. Csak akkor vág megfelelően, ha neki támasztjuk a fának. Szerencsére, ha hagyjuk, húzza saját magát, és inkább visszatartani kell, hogy ne fulladjon bele. A két akuval ki is vágtam, és jó részt össze is daraboltam a bodzát. Emellett kipróbáltam egy vastagabb gerenda darabon is, aminél persze, hogy nem nyomtam meg a felvétel gombot, mert miért is tettem volna, de ezt csak itthon vettem észre. A lényeg, hogy simán el lehet vele vágni, úgy nagyjából 20 másodperc alatt, és itt sem szabad rányomni. Megpróbálkoztam egy másik fatörzsel, de itt már mindkét aku merülőben volt, így inkább hagytam. De még ezzel a merült akuval is le tudtam vágni a mellette levő ágat, egyszer, mert másodjára már nem bírta. Visszatérve az asztalhoz, ismét belenéztem, hogy mennyire használódott el. A láncvezetőn egyértelműen látszanak a használat nyomai, de a lánc egyelőre jónak tűnik. A belsejébe minimális mennyiségű fűrészpor került, ez a motor szellőzése miatt van. Viszont a fogaskerekeken elég sok a szutyok, és hát a csapágy továbbra se lett jobb. Ennek a behulló piszoknak az oka, hogy a lánckerék alatt elég nagy a hézag, és semmiféle tömítés nincs a tengely körül. Szerintem hosszú távon ez így nem lesz az igazi. Jobb híján vágtam egy darab kartonban egy alátétet, ami nem lesz örök életű, de egy ideig megteszi. Közben leteszteltem az akut, melynek egy cellája 500 mAh-rel merítve mindössze 1045 mAh lett. De leteszteltem 1600 mAh terheléssel is, ami a fűrész üres járati árama. Így az akupak majdnem 1000 mAh-t tud. Ebből pedig jól látszik, hogy az üzemideje maximum fél óra. De ha terheljük, vagyis vágunk vele, ennél csak kevesebb lesz. Jó megoldás lehet rácsattintani egy Makita akut, de nekem jelenleg nincs ilyenem. Van viszont jó kis Parkside. Azonban ezek nem igazán kompatibilisek. De találtam nyomtatható átalakítót, és el is készítettem.
A belsejébe áthajtogatott sarukat használtam, és ennek a segítségével már is rá lehet csattintani a Lidlis akut. Így pedig már egy valóban használható szerszám válik belőle, amin még én magam is meglepődtem. Azt azért el kell fogadni, hogy ez nem helyettesíti a klasszikus értelemben vett nagy láncfűrészt. Tehát nem arra való, hogy fogjuk ezt és kimegyünk az erdőre megteremteni a téli tüzelőnket. Habár mondjuk egy napi tüzelőt még össze is lehet vele darabolgatni, de elsősorban nem erre való, hanem arra, amire én is vettem, hogyha valahol így gajazunk, vagy le kell vágni a faágakat, és az ilyen újnyinál vastagabb ágakat, vagy egy kicsit vastagabbakat, azokat már ollóval nehézkes elvágni, viszont nem akarunk fűrésszel szenvedni vele, akkor egy ilyennel primán el lehet zümmögni. Ezen kívül a kicsit vastagabb ágakat, tehát az ilyen 8-10 cm-es, mondjuk az ilyen karvastagságú ágakat, azokat is primán elviszi, aminek elsősorban ott van lényege, ahova nem férünk hozzá megfelelően egy nagy motorfűrésszel. De ha már megvan az ág és rá tudjuk tenni egy fűrészbakra, akkor nem ezzel kell rajta kínlódni, hanem egy rendes motorfűrésszel feldarabolni. Arról nem is beszélve, hogyha mondjuk egy létra tetején kell valamit fűrészelgetni, vagy motorfűrészelni, akkor azért ezzel lényegesen könnyebb ott zsonglőrködni, mint egy klasszikus nagy motorfűrésszel. De nézzük, megéri-e. Az már biztos, hogy foglalkozós. Tehát oké, hogy megveszi az ember X összegért, de ha úgy használja, hogy ide él Kínából, akkor rövid távon meg fogja magát adni. Ebben is csapágycserét kell elvégezni, kell majd egy rendes szigetelő gyűrűt tenni ide a lánckerék alá, folyamatosan olajozni kell a láncot, hogy ne koptassa el a láncvezetőt és a láncot sem. Habár maga a lánc az egyelőre elég jónak tűnik, bár nem vágtam bele túl sokat, de volt már olyan lánce kezemben, ami ennyi vágás után érezhetően ki volt tompulva. Sőt, bele is durrantottam egy drót darabba, ami bele volt nőve a bodzába, de ez sem csorbította el az élét, úgyhogy a lánc az elfogadható ebben az esetben. Ami az árát illeti, ugye az jelen pillanatban 30 ezer forint. Majdnem 30 ezer forint. Annyit ez nem ér. Még akkor sem, hogyha esetleg makit alkut adnának hozzá, bár akkor meggondolandó, mert azért azok jó drágák tudnak lenni, de alapvetően ez nem ér annyit. Viszont azt az egy tízest, amit én adtam érte tavaly novemberbe, két akuval, aminélkül még olcsóbb lett volna, azt úgy vélem, hogy bőven megérte. De mivel ez már nem kapható, ezért tulajdonképpen mi is ennek a videónak a célja? Igazából az, hogy milyen jó nekem, hogy én tudtam venni annyiért egy ilyen fűrészt, illetve az, hogy tulajdonképpen Kínából is lehet olyan szerszámokat rendelni, amik használhatóak, csak nem a végfelhasználóknak készülnek. Mert hogyha megrendel egy ilyet az ember, akkor ugye megérkezik és elkezdi használni, majd egy hónap után tönkre megy az egész, mert úgy van összerakva. De hogyha megvesszük, szétbontjuk, főleg egy ilyen egyszerűbb szerkezet esetében, és a kétes alkatrészeket mondjuk kicseréljük benne, illetve némi kenést alkalmazunk ott, ahol szükség van rá, akkor akár hosszabb távon is használható. A másik, hogy az akupakkok. Ilyen olcsó gépeket akukkal rendelni különösebben nem érdemes, mert jellemzően azon szoktak spórolni, és ráírnak valami bődületes nagy értéket. Ennek a gépnek is az akujával nem is lehetett volna túl sok mindent kezdeni, illetve viszonylag rövid idő alatt valószínű tönkre is ment volna az egész. Tehát, ha van rá lehetőségünk, hogy valamilyen másmilyen akuval használjuk mondjuk ezt egy Makita akkumulátorral, vagy akár így egy nyomtatott átalakítóval rápattintani egy Parkside akut, az úgy megoldható dolog, de saját akujával nem feltétlenül érdemes megrendelni. Köszönöm, hogy ezúttal is itt voltatok. A fűrészről teszek egy linket a leírásba, ha bár, mint mondtam, jól megdrágult, viszont találtam egy ugyanilyen fűrészt, ami ugyanígy néz ki, bár arról semmit nem tudok, sem arról, hogy ugyanaz a beltartalma, de jóval olcsóbb, úgyhogy annak a linkjét is ott hagyom a leírásban. Akárcsak ennek a Makita átalakítónak is, mivel ez valószínűleg használható Parkside és Makita szerszámok konverziójához. Nem én készítettem, másnak a 3D modellje, így semmilyen felelősséget nem vállalok érte. Igazság szerint működik, de majd a későbbiekben igyekszem kifejleszteni egy saját megoldást, és arról majd készül videó is, de egyelőre ezt ott hagyom lent, hogyha valakinek kéne. Ami a videóban szereplő promóciós részeket illeti, biztos feltűnt, hogy az elején és a közepén is volt egy. Ebben hosszas uncolás után mentem bele, de semmiképpen nem szeretném, hogy a videó vagy a tartalom kárára menjen ez a középső rész, ezért ha esetleg bárkinek zavaró, vagy nehéz átkattintani ott középen azt a kis részt, vagy bármi egyéb hasonló probléma van vele,
akkor kérlek írjátok meg kommentben, és legközelebbre igyekszem változtatni rajta, vagy akár teljesen kihagyni ezt a középső részt, ha annyira zavaró lenne. És ha már odalent bogaráztok, akkor mindenképpen kedveljétek ezt a videót, iratkozzatok fel a csatornámra, és találkozunk legközelebb. Addig is, sziasztok!